Sziasztok, sziasztok! Aki még nem ismer, én Timi vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a mai videómban. Amint a főcímből is láttátok, címből is láthattátok, ismét egy elfolytakos videóval készültem nektek. Elettelt a kis dobozkám, amire azt mondom, hogy videóra képes, érdemes. Ismét megtelt, és úgy gondoltam, hogy elkészítem ezt a videót, mivel nem szeretném sokáig tárolgatni, meg is nem is lesz rá lehetőségem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a videót most felveszem, és akkor legyen egy ilyen bemutatós videó is, beszélgetős videó is, mivel el szeretném nektek azt is mondani, hogy költözés előtt állunk. Sikerült a férjemmel megvalósítsuk egy nagy álmunkat, hogy saját lakást vásároljunk, és mivel felújítások előtt állunk, nagyon sok munka előtt állunk, májusra szeretnénk, hogy beköltöznünk az új házba, így nem hiszem, hogy nagyon sok időm lesz videózni, úgyhogy szeretnék most nektek egy-két videót felvenni, és feltölteni még most így a márciusi hónap elején, mivel ha minden igaz, hétvégén már utazunk le a házhoz, ott fogunk tölteni egy-két hetet, kis munkálatokat csinálunk, mire majd visszajövünk, és még mi se tudjuk, hogy mi lesz, meg hogy lesz pontosan, csak annyit tudunk, hogy májusra be szeretnénk költözni, emiatt nem sok időm lesz videózni. És biztos, hogy a nagy zűrzavarban időm sem lesz félrerakni azokat a dolgokat, amit elhasználtunk, hogy újabb videóra készüljek, de ha minden jól megy, akkor ha beköltöztünk, akkor megígérem, hogy lesz egy home touros videó, megmutatom nektek. Lehet még megmutatjuk, hogy még felújítás előtt hogy néz ki a ház, még nem tudom, hogy lesz időnk rá gyerek mellett, hála jó Istennek, Erik már nem beteg. Kerek egy hétig volt lázas, taknyos, nagyon beteg volt, de hála Istennek vele már nincsen baj. Ő majd a nagymamáknál lesz, míg mi sikerül valamit intézünk, dolgozunk, és így tovább. De én szeretném nagyon sokáig húzni az időt, úgyhogy inkább csapjunk neki, és meg szeretném nektek mutatni, hogy mik azok a termékek, amiket most az utóbbi pár napban, hétben használta meg. A legelső egy parfüm lesz. Ő a Wish Love parfüm. Egy kölni, egy 50 ml-s kölni. Az Avontól. Nagyon jó illata volt, ilyen kis epres, ilyen kislányos, kis tinédzseres, de viszont nagyon tetszett, nem volt tartós, két óránál többet nem bírta, de viszont nekem az dosszig elég volt így kimenni a gyerekkel sétálni A-ból B-be, elugrani DM-be, boltban, nekem az dosszig elég volt. Következő termék, az Avonnak a rózsavize. Szerintem a kedvences videókban biztos láttátok, őt nagyon szeretem, esti és reggeli rutinomban benne van, plusz napközben is, hogyha nincsen rajtam smink, és úgy érzem, hogy nagyon tele van az arcom, bezsírosodott, akkor át szoktam vele mindig törölgetni. Ő egy olyan termék, amit nagyon szeretek, újravevős, mindig van belőle itthol. Takarítottam a fürdőszobában, és megtaláltam ezt a gyantát. Őt még a nyáron vettem, és akkor azt gondoltam, hogy ó, de jó, szuper, van itthol gyanta, hát akkor ezt le is teszteljük gyorsan. Sehogy nem tudtam megmelegíteni. Tettem mikróba, tettem fel tűzhelyre, forró vízbe, forta víz is úgy tettem bele, sehogy nem puhul meg, és nem lesz folyós állagú, hogy ki tudjam nyomni. Épp egy-két cseppet sikerült, hogy kiszedjek belőle, de ennél többet nem, úgyhogy elhatároztam, hogy ki fogom dobni, nem fogom itt tárolgatni. Kedvenc sminkfixáló sprém, az Avonnál kapható, ugye, aki ismeri.
ő egy 125 ml-es bázisként és sminkfixálásként is használható. Nagyon szeretem, árarányban nagyon jó, olcsó is, nagy kiszerelésben is kapható, szóval szerintem megéri a pénzét. Még van itt az Avon-nak egy termékcsaládjából található micellás vize, ő az Avon True Nutra Effects kétfázisú sminklemosója, fent egy ilyen olajos réteg volt, és lent a sima micellás vize, össze kellett rázni, és akkor így képezte azt a nagyon jó kis szérumot, ami nagyon jól levitte a sminket, nem csípte a szememet. Én nagyon meg voltam vele elégedve. Amúgy is minden Avon Nutra Effects-es micellás vize, tonikkal, mindegyikkel nagyon meg vagyok elég, és nagyon szeretem őket. Mi volt a 250 ml-es tusfürdő, női, egy Adidas. Nagyon jó volt, nagyon frissítő illata volt, nagyon jól érződött is a fürdőszobába zuhanyzás után. Tetszett, de nem egy olyan termék, amiket azt mondjam, hogy újra szeretném vásárolni, mivel vannak jobb termékek, olcsóbban, és nekem sokkal jobban beváltak. Akkor van még itt egy sminklemosó hab. Nem tudom, hogyha még van-e benne annyi, hogy megmutassam. Van. Mert így már tökre üres, amit látjátok. Ilyen kis hab, és akkor így bele kellett dörzsölni a bőrbe. Nagyon jó volt. Nem mondom azt, hogy nem volt jó. Mert tette a dolgát, nagyon szépen tisztított, puhította a bőrt. Nem volt egy hosszadalmas tartása. Őt ugye YouTube-on fedeztem én is fel még a tavalyi év végén. Nagyon sokan mondták, hogy nagyon jó termék. Ő például egy lágy arctisztító hab mandula virág kivonattal 150 ml száraz is érzékeny bőre. Ugye tudni kell, hogy az én bőröm nem száraz, hanem egy zsírosodásra hajlamos bőr. De viszont mindenki mondta, hogy zsíros bőre is nagyon jó, nagyon jól tisztít, de azt senki nem mondta, hogy arra az 1-2 órára arcmosás után igen, jó, de annál többet nem tud nyújtani, nem tetszik, nem szeretem, újra nem fogom vásárolni, ki fogom próbálni legközelebb az ő testvérkét, mondjuk így, amíg egy avokádó mézes arctisztító. Akkor a... annak leesett fakja. Akkor a jó megszokott, bevált testpermetek, ugye ezt minden egyes videóban látjátok, meg az unboxing videókban is. Vanília, szántálfa, nagyon szeretjük, lakásban fölgáljuk, fürdőbe, autóba, testre, bőrre, párnákra, mindenhová. Férjem kedvence a vanília, így ő mindig megtalálható nálunk. Nagyon szeretjük, árarányban, nagyon jó, teszi a dolgát. Akkor a jó bevált Balea saját, DM saját márkás 500 ml-es vegán kézmosó szappanna. Nagyon szeretjük, mindig őket szoktuk vásárolni és újra vásárolni. Csak egy jót tudok róla mondani. Viszont van itt egy kézmosó szappan, Léna, zöldalmás, 500 ml-s ugyanúgy. Őt itt vettem a sarki boltban, egy ilyen vegyszeres boltban, ahol mindent lehet kapni, ami tisztaság, vécepapír, tusfürdő, stb.hez tartozik. Iszonyatosan rossz volt. Megvásároltuk, és 3 napon belül kiürült a palac. Folyékony volt, bánom, hogy nem hagytam benne nektek egy kicsit, hogy meglássatok, de amúgy látszik benne. Olyan volt, mintha víz lett volna benne, folyékony volt, nagyon nem habzott, az illata ilyen műzöldalma illat volt, nem tetszett, nem szeretem, soha nem fogom újra vásárolni, de ezt meg szeretem volna mutatni nektek. És még egy nagy csalódás én nékem, most nem tudom, hogy más hogy van vele, ez a Oriflame-es tusfürdő, 250 ml, Discover Parisian Light.
Egy ilyen nagyon furcsa állaga volt, színe, nem volt jó illata se, nem szerettem, nem tetszett. Kézmosóna próbáltuk használni utána, de nem tudtam soha megbarátkozni az illatával, úgyhogy inkább kiöntöttem belőle a tusfürdőt, és azt mondtam, hogy így van, többet nem vásárolom, megjártuk és kész. Még van itt ismét egy termék, amelyikkel nem vagyok megelégedve. Ő egy barna cukros arcmosó, 100 ml, állítólag ő is egy vegán termék. Az, hogy a barna cukorral és csiával normál és száraz bőrre. Azt mondta, ugye van, nem tudom, aki próbálta a DMS tasakos scrubokat, tudják, hogy abban ilyen nagyon nagyok a szemcsék, de ő benne ilyen nagyon apró volt, finom volt, szóval minden áldott nap lehetett használni, de mégis valami nem tetszett. Kipirosodott tőle a bőröm, nem tudom, szóval nem tudom megmagyarázni, mi lehet az a probléma, de nekem nem vált be. Inkább maradok a bevált termékeknél, és nem még fogok így kísérletezni az arcon, de ezek nem. Van még itt egy Cyan Liquid Foundation, a 0-30-as árnyalatban Golden 10. Ő egy 30 millis alapozó, picit sötét volt az én bőrömhöz, de nyári árnyalatnak nagyon jó volt, és hogy elhasználja, megmondom őszintén, hogy sokszor este, amikor nem mentem olyan helyre, ahol látszódjon, hogy nagyon-nagyon különbözik a... De most nem, hogy nagyon, mert azért olyan nagyon-nagyon nem különbözött, bocsánat a rezgésekért, annyira nem különbözött a bőrszínemtől, de mégis látszódott az eltérés, akkor esténként, mikor kijártam a gyerekkel sétálni, esetleg ide-oda elmentünk, akkor használtam olyan helyen, ahol tudom, hogy nincsen fény, és nem fogják észrevenni azt, hogy mi van rajtam. Egy kínaiban vásárolt fülpiszkáló, 159 forint, nem is tudom hány darab volt benne, de szerintem ilyen 100. Nagyon jó volt, mert bambusz pálcikákkal volt, nem tört el olyan könnyen. Nagyon tetszett, nagyon szeretem, és újra is vásároltam, csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kiszerelésben. Újra vásároltam a hajolajamat, most csak a... Bocsánat, fordítva. Avon Advanced Techniques, a marokkán olajas hajolaj, tudjátok, a hajvégekre. Újra vásároltam, most csak a dobozát hoztam el nektek, hogy megmutassam, hogy megkezdtem, ismét újra vásároltam, itt van a doboza is, nagyon szeretem. Nem tudom, hogyha elhasználom esetleg, mire beköltözünk az új házba a terméket, akkor biztos, hogy nem lesz meg a kis doboza. Megpróbálok tényleg mindent összegyűjteni, hogy tudjak mit csinálni nektek videót, de nem ígérek semmit. Ismét egy kis biodermás, ilyen apró kis tusfürdő, tisztító, babáknak való, de én az arcomra szoktam használni, mert kíméletes. Még van belőle 3 darab, és tényleg végleg elfogyott minden. És a legutóbbi videómban mutattam nektek egy AliExpressről vásárolt, bocsánat, fordítva, primert. Ő egy ilyen kis picika primer volt, egy 10 millis, ha jól emlékszek, 12 millis, ilyen kis picike, mostan megtartottam nektek a dobozát is. Ugye ezzel a vírussal most senki nem fog AliExpressről rendelgetni, de majd, ha minden el fog múlani és szeretnének, akkor én ezt tiszta szívemből ajánlom. Egy nagyon jó termék. Annyi az egész, hogy 12 milli, így maximum egy 5-6 sminkelésre elég, mert ugye minden pumpánál kb. Egy ennyikét így felugrik a pumpácska, így nem sokáig elég, de nem sebzi az arcomat, nem viszkedtem tőle, nem pirosodtam ki, teljes mértékben meg voltam vele elégedve, úgyhogy aki ki szeretné próbálni, az nyugodtan tegye meg. Akkor még elhasználtunk egy, kettő, három a megszokott csomagolás, megszokott darab, megszokott
Thread and Flow, nem szeretném részletezni, tudjátok, nagyon szeretjük, minden egyes videóban elmondom. Ugyanúgy a pelenkát is, most csak egy csomag fogyott el, már hétvégén Romániában voltam Erikkel, és nem még hoztuk haza csomagolásokat, úgyhogy csak egyet tudok megmutatni, de ismét nem szeretnék róla beszélni, többször láttátok, ismeritek, tudjátok mi a véleményem róla. Egy DM 100 darabos törlőkendő, zsebkendők, nagyon szeretjük, újra szoktuk mindig vásárolni őket, most, hogy meg betegek voltunk, nagyon hamar elfogyott. Elhasználtunk még egy Lidl saját márkás szolid szappant, nagyon jó illata volt, elég sokáig tartott. Ami olyan furcsa volt, hogy ilyen 2-3 nap után, használat után így elkezdett így a hossza berepedezni bizonyos helyeken, de ugye az nem gátolta a használatát, ugyanolyan hasznos volt, ugyanúgy habzott, ugyanolyan volt, szóval egyáltalán semmi probléma nem volt vele. 99 forint, és nagyon jó illata van. Még van itthon egy lájmos és egy kókuszillatos, amit nem sokára őt is használni fogjuk, de most egy ilyet bontottunk ismét meg. Akkor még van egy Cien saját márkás, 15 darabos, fresh, nedves törlőkendők, táskába való, nagyon szeretjük, és szeretem, mindig újra is szoktuk vásárolni, csak nem ezt a változatát, de most nem volt más, úgyhogy ő lett, és még elhasználtam még 3 csomag, Grand Finale, őket most Romániában vettem, nagyon jó árban, a Penny-ben, ilyen tényleg 70-80, hát még annyi se, szerintem ilyen 50-60 forintba darabját, 15 darab, nagyon jók, mivel nem lehet sehol kapni készfertőtlenítőt, így a vonatra inkább ezt vettem, és ugye Eriknek is evel töröltem az órát, mert már a sima szalvétát nem bírtuk, kipattogzott az óra, úgyhogy őket vásároltuk. Meg fogom nézni az itteni Penny-ben is, hogy milyen árban van, de hogyha drágább, akkor otthon biztos be fogok szerezni belőle egy párat. Nagyon jók, tényleg teszik a dolgukat, és eléggé vizesek mennyiségben. És akkor a legutolsó termékek ők lesznek. Egy pár arcmaszk, legesleg először őróla szeretnék beszélni. A Marion, őt a makeup.hu oldalról rendeltem egy hete. Nagyon jó gyömbéres dinnyés illata volt. Nem mondom azt, hogy nagyon sokat tett az arcommal, de viszont utána is még ilyen egy-két napon érezhető volt az, hogy puha az arcbőröm, és nem vízhiányos. Nekem ugye, mivel nagyon-nagyon-nagyon nagy vízhiányos bőröm van, és a szemöldököm közt ilyen foltokba bepirosodik az arcom emiatt, azt vettem észre, hogy miután ezt a maszkot használtam, nem pirosodott be a szemöldököm közti rész sem, nagyon jó puha volt tőle az a bőröm, jó volt az illata, nem viszkedtem tőle, nem pirosodtam ki. Még van még vagy 3 fajta maszkom, amit ismét ki fogok majd próbálni, és megpróbálok majd róla nektek is beszámolót tartani. Még van egy AliExpress-es olívaolajas, nagyon szeretem az AliExpress-es arcmaszkokat, de sajnos már november óta nem rendeltem, és egy darabig nem is fogok. Én nem merek, nem mondom azt, hogy félek a vírustól, de nekem van egy gyerekem, és nekem fontosabb a gyerek, mint hogy valami marhaságot rendeljek, és 10-20 forintért kockáztassak bármit. Ő is egy AliExpress-es, ő egy olyan arcmaszk volt, hogy jó is, de nem is. Adott egy plusz frissességet arra per pillanatra, picit fehérítette a bőrömet, nem viszkedtem, nem volt rossz illata, nem csípött, nem, tényleg semmi probléma nem volt vele, de nem egy hosszadalmas dologról beszélünk, hanem egy 20 perces dologról, ami maximum aznap tart, míg meg kihasználod. És akkor ugye itt van a DM saját márkájás fátyolmaszkai, a 2 kedvencem. Ugye azt mondtam, hogy ezt a habot is ebben a formában fogom újra vásárolni, mivel nagyon szeretem, nagyon jó illata van, nincs benne túl sok, de túl kevés sem.
simán jut még arra, hogy miután leveszem az arcmaszkot, átkenjem az arcmaszkkal a nyakamat, a dekoltázsomat. Nagyon jó, nagyon szeretem, és újra veszem mindig. Jelenleg nincs több itthon, de pont pénteken fogunk menni egy nagy DM vásárlásra. Tisztítószereket meg mindent szeretnénk venni az új házban is. Ugye vettünk mosogatógépet, és akkor ahhoz is szeretnénk venni kapszulákat. Szóval egy nagy DM vásárlásra, amiről próbálok ismét videót készíteni nektek. És akkor újra fogom vásárolni az arcmaszkokat is, ha nem felejtem el. És itt a legutolsó, ugye a vízhiányos bőre, ha jól emlékszek, vízhiányos bőre, igen, ő egy nagyon jó, nagyon szeretem, 2-3 napig is puha tőle a bőröm, hidratált, arckrémet is kell használjak persze utána, de nem ugyanúgy, mint ha más arcmaszkot használok, szóval aki még nem próbálta ezt a kettőt, próbálja ki, 299 forintról beszélünk, és nagyon jók. Ezek lettek volna a mostani elfogytakos videóm. Remélem tetszett ez az új videózás, hogy így felsorakoztatom nektek, és tudjátok látni felsorakoztató és az elfogytak, vagy az elfogyott termékeket. Ha tetszett, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt, ha szeretnétek, hogy értesítést kapjatok minden egyes videómról. Remélem, velem tartottatok a végéig, és nem untattalak titeket. Remélem, ismét kimondom a szót, hogy remélem, hogy nem fogtok csalódni bennem, és megértitek azt, hogy nem lesz időm videózni, de mindent megteszek, hogy legyen videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és további szép napot nektek. Sziasztok!